hát annak, aki ezt kitalálta. Sziasztok! Újra itt vagyok egy előadásszerű adással, ahol most megpróbálom nektek elmagyarázni példákon keresztül, hogy valójában mi is a különbség köztetek és a versenyzők között. Mindennapos kérdés állandóan felmerül a Q&A-kben is, felmerül az Instagramon, felmerül a YouTube kommentekben, az az állandó kérdés, hogy lehet az, hogy különböző információkat szolgáltatnak számotokra a magas szintű, vagy akár a profi versenyzők, mint azok az edzők, mint például én is, vagy a háromharmad, vagy Gyergyószegi Feri, Torma Valentin, tehát azért láthatjátok, hogy azok között, amiket mi mondunk, bizony sokszor ellentétes dolgok lesznek azokhoz képest, amit mondjuk egy IFBB profi versenyző mond, és sokan nem értik, és ilyenkor mindig azt kérdezitek, hogy most akkor kinek van igaza. Én pedig ma el fogom nektek magyarázni, hogy hogyan lehetséges az, hogy mindenkinek igaza van, és ehhez egy szemléltető eszközt is hoztam a mai napon, és ez pedig az én második autóm lesz, az én hobbi autóm, amiről egyébként részletes sztorikat hallhatok majd a következő Baby Rádióban, amit még, ha jól tudom, nem rakott ki Bani, de ne hagyjátok ki majd ezt a Baby Rádiót. Szóval a lényeg az, hogy én most meg fogom nektek mutatni, mi a különbség egy versenyző és egy átlag hobbi sportoló között, és ugyanúgy ezen az autón keresztül most meg fogom nektek mutatni, hogy mi a különbség például egy átlagos autó és egy prémium kategóriás autó között. Úgyhogy igaz, hogy szaridő van és szakad az eső, de én most le fogok menni a partra és megmutatom nektek ezt az autót, és az odaúton pedig el fogom magyarázni, hogy miről is van szó. Meg kell érteni azt, hogy a genetika az igenis meg fogja határozni azt, hogy ki meddig juthat ebben a sportban. Tehát ez minden sportban igaz, és én megmondom őszintén, a kezdetek óta nem értem azt, srácok, hogy hogyan lehet az, hogy mindenki el tudja azt fogadni, hogy például nem elég magas ahhoz, hogy kosárlabdás legyen. Mindenki el tudja fogadni azt, hogy nem elég vékony, nem elég hosszú végtagjai vannak mondjuk ahhoz, hogy hosszú távfutó legyen. Mindenki el tudja fogadni esetleg azt, hogy a rövidebb végtagok miatt, a szűkebb válöv miatt, esetleg más egyéb strukturális problémák miatt mondjuk nem leszel világklasszis úszó. Ez senkinek nem okoz problémát. Még sosem láttam olyat, hogy valaki hisztizzen különböző Facebook fórumokon, vagy itt-ott, hogy neki nincs genetikája ahhoz, hogy asztronauta legyen. Vagy neki nincs meg a testmérete ahhoz, mert mondjuk 195 centi, hogy ő Forma 1-es versenyző legyen. Ezen valahogy soha senki nem vakerál. Ugyanakkor, ahogy a testépítésről lesz szó, mindenki azt hiszi, hogy ő tud olyan izmos lenni, mint a versenyzők, vagy hogy ő tud olyan izmos lenni, mint egy profi. Hát, ez ennél messzebb semmi nem állhatna a valóságtól, ugyanis ez pont ugyanolyan dolog, mint hogy te soha nem leszel profi kosaras, sőt, semmilyen kosaras nem leszel, hogyha 153 centi vagy. Nem tudsz mit tenni ez ellen. Ez van. A testépítés az ugyanígy működik, hogyha nem adottak a testi adottságaid ahhoz, hogy jó versenyző legyél, akkor mindegy mit csinálsz, mindegy mennyit edzel, mindegy mennyit kokszolsz, mindegy mennyi táplálékkiegészítőt szedsz, nem leszel jó versenyző. Ezt értsük már meg, ezt el kell engedni. Mégis valami miatt mindenki azt hiszi, hogy neki azt kell csinálnia a fejlődésért, amit a profik csinálnak, ami belátom, egyébként logikusnak tűnik, hiszen ha a világ legjobbjai csinálnak valamit, akkor az biztosan fog működni a kezdőknek is, vagy azoknak, akiknek nincs olyan adottsága, mint a világ legjobbjai, ugye? De nem, ez egyáltalán nem így van, ez ennél távolabb semmi nem állhatna a valóságtól. Egy autós példával fogok jönni nektek, ezt nézzétek el nekem, nem értek az autókhoz, nem vagyok autókereskedő, tehát biztos lesznek pontatlanságok a példámban, de én úgy gondolom, hogy ez alapján, a példa alapján mindenki meg fogja tudni érteni, hogy miről beszélek. Mi a mai adásnak a mondani valója. Hogyha neked van egy Skoda Octaviád, ami nem egy rossz autó, de attól még az egy Skoda Octavia. Van egy Skoda Octaviád, és azt szeretnéd, hogy ez a Skoda Octavia gyorsabb legyen, jobban menjen, jobb teljesítménye legyen, akkor mégis mennyit kell szerinted rákölteni? Mit kell tenned ahhoz, hogy ez a Skoda gyorsabb legyen egy kicsit? Mit tudsz tenni? Veszel bele esetleg valami levegőszűrőt, esetleg raknak bele egy otthon, ezt legalábbis 15 évvel ezelőtt így hívták, hogy chip tuningot, nem tudom ma hogy hívják, és akkor az autód mondjuk nem
9 másodperc alatt fog 100-on lenni, hanem 8. Na, fantasztikus, attól még ugyanúgy az egy oda, a Skoda Octavia, attól még nem lesz ez egy gyors autó, nem fogsz tudni vele versenyezni, de tény, hogy ahhoz képest, ahol volt, egy kicsit jobb lesz az autó, de ehhez ennyit kellett tenned, egy kicsit rákölteni, egy kicsit odafigyelni rá, beletenni egy-két dolgot, és akkor az autó gyorsabb lesz. Mi történik akkor, ha neked mondjuk egy Nissan 350Z-d van, ami azért nem egy hiperkár, nem egy szuper autó, de hát azért az egy rohadt gyors autó, tehát azért 300 lóerőről beszélünk. Ha azt akarod, hogy ez az autó javuljon teljesítményben, mondjuk azt akarod, hogy 5 másodperc helyett 4 másodperc alatt fussa a 100-at, akkor nem lesz elég beletenni egy 30 000 forintos levegőszűrőt, meg egy 50 000 forintos chiptuningot, mert nem fog gyorsabban menni tőle, mert ez az autó már alapból nagy teljesítményű, sokkal több pénzt, sokkal több energiát, és sokkal több szaktudást igényel az, hogy ennek az autónak is javítsd a teljesítményét. És az valóban egy teljesítményjavulás lesz, akkor egy gyors autó lesz, még gyorsabb. Ez az a szint, ahol szerintem a jó genetika és az átlagos versenyzői genetika helyezkedik el. Egy átlagos versenyzői genetikával már jóval többet kell tenned, jóval több mindenre kell figyelned, mint egy hobbi sportolónak, de ez pusztán azért van, mert izmosabb vagy, mint egy átlag hobbi sportoló. Minél izmosabb vagy, annál több dolgot kell tenned azért, hogy tovább izmosodj. Mi van akkor, ha neked egy Aston Martinod van? Hát az Aston Martin teljesítményét nem fogod tudni javítani, se chiptuninggal, se jobb fékekkel, se egy jobb levegőszőrővel, hiszen itt már alapból egy irtózatos teljesítményű autóról van szó. Egy ilyen teljesítményű autónak további teljesítmény javítást akarunk elérni, akkor milliókat kell majd rákölteni, szakemberhez kell vinni, hiába viszed el a sarokra az autószerelőhöz, ahova a Skodádat viszed, ha oda elviszed az Aston Martinodat, akkor szét fogják tenni a kezüket, és azt mondják, hogy mi ehhez nem értünk, mert ide specialista kell, aki a részleteket is ismeri, az autót is ismeri, ismeri az összefüggéseket, tudja, hogy egy nagy teljesítmény autónak mivel lehet javítani a teljesítményét. És ráadásul ez esetben nem arról van ám szó, hogy az autó mondjuk gyári 4 másodperces gyorsulását 3-ra fogod tudni javítani, mert nem fogod tudni, hanem mondjuk a gyári 4 másodperces gyorsulásból 3,8 másodperc lesz, tized másodpercekről beszélünk, milliós ráköltéssel. Az emberi test is ugyanígy működik. Egy átlagember izmosabb akar lenni. Egy átlagember izmosabb akar lenni. Nem arról van szó, hogy jaj, milyen arányban legyen a fehérje az étrendemben, jaj, édes Istenem, az állati fehérje milyen arányban legyen a növényivel, úristen, keményítő vagy fruktózt fogyasszak-e edzés után, jaj, edzés után 26 perccel kell meginni a Turmixot, vagy 27,8. Jaj, Istenem, ébredés után 20 perccel nem tudok enni, csak 22 perccel, jaj, gyerekek, ezek a részletek még az Aston Martinnál se számítanak, de biztosan kurvára nem fog semmit se számítani, amikor arról van szó, hogy a Skoda Octaviád 10 másodperces gyorsulását kell 9-re javítani. Ahhoz kell egy levegőszűrő, meg egy jobb gumiszett, és ennyi. Nem kell vele foglalkozni, nem kell elveszni a részletekbe. Én, amikor valaki kezdőként olyan kérdéssel jön hozzám, akár coachingban, hogy jaj, mi a tökéletes aránya fehérje, szénhidrát, zsír között? Jaj, milyen arányba kell omega-3-at bevinnem? Jaj, úristen, milyen fogantyúval kell húznom, hogy a széles hátizmom felső-belső részének a toraszik szakasz nyúlványai fejlődjenek? Hát komolyan mondom, gyerekek, ez olyan, mint amikor bementek a Skoda Octaviátokkal mondjuk egy hiperkár szalomba, és azt mondjátok, hogy valahogy szeretnék erre az autóra 10 millió forintot rákölteni, hogy gyorsabb legyen, és mondjuk az egész autó nem ér 2 milliót. És akkor szerintetek milyen fejet vágna a szerelő, aki így rátok néz, és azt mondja, hogy az egész héten Forma 1-es, meg Aston Martin, meg Lamborghini-ket szerelek, és most ide jön ez a hülye a Skoda Octaviával, és rá akar költeni 10 milliót. Hát pont olyan fejet vágna, mint amilyet én vágok, amikor ilyen kérdésekkel jön hozzám valaki, hogy igaz, hogy még az edzés se látszik rajtam, az se látszik, hogy valaha is voltam edzőteremben, de nagyon fontos, kérlek, Sanyi, mondd meg, hogy mégis
milyen arányban legyen a növényi fehérje, meg kell-e számolni a növényi fehérjét, meg hány gram fruktóz kell enni edzés után a 20 percen belül. Hát gyerekek, ezek nem számítanak semmit. Kezdőként, amikor egy Skoda Octaviát vezetsz, tudod mi számít? Konzisztencia és a konzisztencia, semmi más nem számít. Egyszerűen nem vagytok konzisztensek. Mindenki, aki azt érzi, hogy ő nem elég izmos ahhoz képest az energiához, amit beletesz ebbe, kérdezd meg magadtól. Ne azt kérdezd meg magadtól, hogy hány gram fehérjét kell ennem a maximális fejlődéshez, meg a kettes árajár mennyivel rosszabb, mint az egyes árajár, meg jaj Istenem, 12 sorozat helyett 13-at végeztem tricepsre, jaj, biztos túledzettem a könyökömet, hát komolyan mondom, idegösszomlás kapok, gyerekek. Tegyétek fel magatoknak a kérdést. Erősebb vagyok, mint tavaly ilyenkor? Mert ha nem, akkor rohadt mindegy, hogy hány szettet meg milyen fogóval csinál az iliak evezést, meg a stb. Gyakorlatokat. Nem kell elveszni a résztekbe. Tegyétek fel magatoknak a kérdést. Hagyta meg étkezést az elmúlt 5 évben? Hagytál étkezést az elmúlt 5 évben? Akkor nem vagy testépítő. Nem hagyunk ki étkezést. Nem ezen múlik. Nem ezen múlik a siker, hogy te milyen leucin tartalmú húst fogyasztasz ebédre, meg hogy lefekvés előtt fehér halat vagy csirkét eszel, mert ki nem szarja le, hanem edd meg konzisztensen, rendszeresen, minden nap a megfelelő mennyiségű kalóriát, a megfelelő mennyiségű fehérjét, legyen meg az intenzív edzés minden kibaszott alkalommal, és ezt csinál 10 évig! És ha 10 éve ezt csinálod, és azután fordulsz hozzám azzal, hogy hogyan kéne egy kicsit javítanom a fizikumon, akkor nekem azt kell látnom a te képeiden, hogy te minimum annyira vagy izmos, mint én, de ideális esetben sokkal izmosabb kéne, hogy legyél, mint én, és majd akkor beszélgetünk olyan részletekről, hogy mégis milyen fogóval kéne a hátedzést végezni, meg mégis milyen szögbe kéne tartani a felkart a nyomásoknál, de amíg nem jutsz el erre a szintre, addig ezeknek semmi jelentősége nincs az égvilágon. Ezt kell megérteni. Ugyanez igaz, srácok, az IFBB profikra, nyilván azért visszakanyarodok az eredeti témához, amikor az IFBB profi fizikummal szerintem körülbelül az Aston Martin, hát inkább azt mondanám, hogy a McLaren Pagani Zonda kategória, tehát amikor egy 100 millió forintos autóról beszélünk, és amikor a 100 millió forintos autónak kell a teljesítményen javítani 0,2 másodpercet, akkor sok millió forintot kell ráköltened, specialistához kell vinni, rengeteg kísérletezést és tervezést igényel a dolog, és ha ezt megteszed, akkor talán fogsz tudni javítani egy icipicit a hipercar, tehát a szuperautódnak a teljesítményén. Na most felteszem nektek a kérdést. Szerintetek úgy mégis mi a különbség a között, hogy egy hipercarnak a teljesítményét kell javítani, meg amikor egy Toyota Yarisnak a teljesítményét kell javítani? Nyilván amikről eddig beszéltem, más a költség, más az energiabefektetés, más a ráfordítandó idő, más a ráfordítandó összeg, hiszen más a kiindulási állapot. És ez mindenre igaz, amiről most beszélek. Amikor valaki azzal jön nekem, hogy jaj, Istenem, elkezdtem diétázni, jaj, izmot veszítek. Srácok, 99 alkalommal a 100-ból nem vagytok izmosak? Hát nem vagytok izmosak? Nem tudom, mit aggódtok, hogy izmot veszítetek. Hát nincs rajtatok izom. Gyerekek, az autó sem veszíti el olyan könnyedén a teljesítményét, de ez attól függ, hogy mekkora teljesítménye az autó, nem? Hogyha neked van egy 100 millió forintos autód, ami 2 másodperc alatt van 100-on, és valami hiba történik vele, a legapróbb kis motorikus vagy elektronikus hiba, akkor az autó tönkre fog menni, és nem fogja tudni leadni ezt a teljesítményt. Ez teljesen rendben van. Egy versenyzőnek, egy profinak sokkal több dologra, sokkal jobban oda kell figyelni, mint nektek, hiszen sokkal nagyobb teljesítményű a fizikuma, sokkal messzebb van a homeosztázistól, sokkal messzebb van attól a ponttól, amit még kényelmes fenntartani. Minél jobban pushingoljátok ezt a határt, minél izmosabbak vagytok, minél erősebbek, minél többet kell megtenni ahhoz, hogy még izmosabbak és még erősebbek legyetek, annál könnyebb azt elveszíteni. De hogyha te egy Skoda Octaviát vezetsz, ami 10 másodperc alatt van 100-on,
Gyerekek, szét lehet szaggatni az autót, szét is rozsdásodhat, tönkre mehet az összes elektronika benne, egész addig, míg beindul a motor, az az autó tudni fogja a 10 másodpercet. Nem olyan könnyű ám tönkrevágni egy egyszerű, faék, egyszerű, olcsó autót. Sokkal könnyebb tönkrevágni egy rendkívül drága, csúcs teljesítményre kihegyezett autót. A fizikumotok is ilyen. Hogyha rajtatok nincs 100-110 kilónyi izomtömeg, akkor mit aggódtok azon, hogy izmot veszítetek egy hét diétába, vagy egy hét kihagyással, vagy jaj Istenem, most nem tudok edzeni egy hétig, vagy kettő, vagy el kell mennem nyaralni, és biztosan a nyaralás végére nem leszek izmos. Tudom, hogy ez nagyon nehéz elfogadni, de a nyaralás előtt se voltál. És hogyha szemlélteti akarom nektek a gyakorlatban, hogy az autóknál ez valóban így működik, amiről most beszéltem, nekem ugye ez az én hobbi autóm, vagy hétvégi autó, ha mondhatjuk úgy, és nekem van egy 2008-as 3-as BMW-m, ez egy 2008-as ML Mercedes, és a költségekbeli különbségekről is kell beszélnünk, és ezzel egyúttal le is szeretnék beszélni mindenkit, aki egy ilyen autóban esetleg gondolkodik, ugyanis ez az óriási különbség a közép és a prémium kategória között. A BMW-mre 3 év alatt semmit sem kellett költeni, hogyha valakit érdekel, mert valaki esetleg szereti az autókat úgy, mint én, akkor ez egy 320-as dízel BMW, kombi fekete 2008-as bőr belül, full extrás, és az egész autó 3 év alatt nulla, semennyi ráköltés nem igényelt. 3 évvel ezelőtt kicseréltettem benne a kuplungot, kicseréltettem benne a váltót, minden évben kap egy olajcserét az autó, minden évben kap ezen fölül plusz egy szerviz, egy teljes szervizet, és az autó 3 éve költségmentesen megy. Ugyanis ez nem egy prémium kategóriás autó. Ellenben ez egy prémium kategóriás autó, ami alapból minimum 4-szer annyiba került, mint a BMW. Ez az autó nekem 3 hónapja van meg, és én 3 hónap alatt azt hiszem, hogy beszélhetünk számokról. Én 3 hónap alatt erre az autóra több mint 4,500 fontot költöttem, és még mindig nincsen kész. Tehát nagyon fontos, hogyha esetleg ebbe gondolkodnátok, akkor hobbi autóként semmiképp ne vegyetek ilyet. Egyébként nagy teljesítményű, nagy fogyasztású, rendkívül kényelmes autóról van szó, de én az elmúlt 3 hónapban, hogyha végigmegyek a listán, srácok, akkor tudom nektek mondani, hogy eddig kapott egy motorfelújítást, egy váltófelújítást, egy váltóolajcserét ezzel együtt, kapott fékeket, kapott egy új fűtőmotort, kapott egy új parkolószenzort, kapott új radiátorrendszert, kapott új injektorrendszert, kapott új beömlőket, kapott új gyertyákat. Mi volt még eddig? A légkondicionáló fel lett töltve, és ami hátra van még, az egy pár parkolószenzor, ami szükséges még, az még két féktárcsát ki kell cserélni, és 4 új gumit, tehát ez lesz még, és ezzel csak szeretném érzékeltetni azt, hogy minél nagyobbak vagytok, minél nagyobb teljesítményű a fizikumotok, minél prémiumabb kategóriába tartozik a ti testetek, annál többbe fog kerülni, annak a fenntartása is, és végképp sokkal-sokkal többbe fog kerülni az, hogyha tovább akartok erről a szintről lépni. Ugyanez igaz az emberi fizikumra, minél izmosabbak vagytok, annál több dolgot kell megtennetek azért, hogy olyan izmosak is tudjatok maradni, amikor egy 120 kilós profi testépítő dobozokkal, kajával, turmixokkal, fehérre csokikkal járkál mindenhova, és hajlandó a reptéren, a váróban is enni, vagy az orvosi rendelőben a váróban, vagy a parkolóban megállva dobozból, én is ezt tettem egyébként rengetegszer, akkor az nem azt jelenti, hogy nektek is ezt kell csinálni. Nem lesztek kevésbé izmosak akkor, hogyha nem 3 óránként esztek, hanem 5. Nem lesztek kevésbé izmosak akkor, hogyha nem 6-szor esztek egy nap, hanem csak 3-szor. Nem lesztek kevésbé izmosak akkor, hogyha nem 300 g fehérjét esztek, hanem csak 200-at. Meg nem leszel kevésbé izmos akkor, hogyha nem használsz kreatint. Nem leszel kevésbé izmos akkor, hogyha 15 széria helyett 12 munkasozatot csinálsz. Nem leszel kevésbé izmos ezektől, és azért, mert nem vagy izmos. Ha nagyon izmos vagy, versenyzői szinthez képest is nagyon izmos vagy, akkor értelemszerűen annál több dolgot kell tenned, hogy ugyanolyan izmos maradj. Gyerekek, fogjátok már ezt fel végre, hogy mindig csak ahhoz képest kell jobbá válnotok, csak ahhoz képest kell dolgokat beletennetek, ahol éppen vagytok.
senkinek nincsen szüksége 6 étkezésre, meg 200 g fehérjére, meg egykezes iliak húzásra, meg unilaterális biceps gyakorlatokra, meg tejsavú fehérje izolátumra, a tejsavú koncentrátum helyett. Senkinek nincs ezekre szüksége ahhoz, hogy 70 kilóról 80 kilóra hízzon. De ahhoz, hogy 120 kilós versenysúlyról 121 kilós legyen a versenysúlyod, ahhoz lehet, hogy több 10 millió forint ráköltést, és több év munkát, és minden nap, minden percben folyamatos, precíz odafigyelést fog igényelni, ha ekkorát akartok ugrani arról a szintről. Nem kell lesz megtennetek ahhoz, hogy 80 kilóról 81 kilóra nőjön az izomtömegetek, de meg kell ezeket a dolgokat tenni akkor, ha 120 kilóról 120,5 kilóra akar valaki felmenni versenysúlyban, de nagyon kötve hiszem azt, hogy ennek a videónak a nézői között bárkinek is van 120 kg-os izomtömege, úgyhogy srácok, relaxáljunk már egy kicsit, ne hagyjátok, hogy a testépítés átvegye az életetek fölött az irányítást, nem kell elveszni. A részletekben én tudom, hogy az én csatornám is arra épül, hogy sztadik, tanulmányok, részletek, húzzunk így, húzzunk úgy, erre figyeljünk, így stabilizáljuk, stb. De azért van, mert ez mégiscsak információ, ez talán mégiscsak érdekes, és előbb-utóbb azért nyilván mindenkinek el kellene kezdenie egy kicsit jobban odafigyelni a részletekre. De a részletekre való odafigyelés alatt nem azt értem, hogy ébredés után 20 vagy 19 percen belül kell enni, meg hogy edzés után izolátum kell, meg hány gram fruktóz. Ilyen szintű részletekbe senkinek, soha senkinek nem kell belemennie, ezek semmilyen kihatással nincsenek a végeredményre. Azt értsétek meg, hogy amíg Skoda Octaviát vezettek, addig csak 2-3 dologra kell odafigyelnetek. Ha már majd egy Nissan 350Z-tek lesz, amikor már színpadra fogtok tudni állni bármikor, majd akkor elkezdhettek figyelni a részletekre, és amikor majd a Mr. Olympiára fogtok készülni, na majd akkor odafigyelhettek arra, hogy hány perccel, hány gram fruktózt fogyasztotok edzés után, de egészen addig ez óriási hiba, és elveszi a fókuszt a valódi fontos dolgokról, miszerint konzisztencia, konzisztencia, és a harmadik pedig mi is volt? Ja igen, konzisztencia. Úgyhogy erre figyeljetek oda, srácok! Legyen meg a kalóriabevitel, legyen meg a fehérjebevitel, legyen meg a rendszeres, folyamatos, szünet nélküli edzés, monitorozzátok az edzés intenzitását és volumenét, és abban legyen progresszió évről évre, hónapról hónapra, és ha ezt csináljátok 10 éven keresztül, és 10 év után azzal jöttök nekem, hogy mégis hány gram fruktózt kell bevinnem edzés után, majd akkor fogok válaszolni. Addig pedig nem. Aki pedig abban gondolkodna, hogy egy ilyen autót vesz hobbiként, az szerintem inkább dobja a pénzét a kukába. És még valami mielőtt elfelejtem. Most már nekem ne legyen egyébként kifogás arra sem, hogy jaj, én nem tudtam, hogy hogyan kell táplálkozni, jaj, én nem tudtam ezeket a dolgokat, jaj, én azt hittem, hogy hagyszor kell enni, jaj, én azt hittem, hogy 1 millió tonna fehérjét kell minden nap megenni. Srácok, másfél éve már elérhető az e-bookom. Nyilván az ára miatt azért gondolom mindenki leszűrheti, hogy hát ez aztán nem egy hatalmas nagy bevételi forrás számomra, de nem is ez a cél vele, hanem a lényeg az, hogy a táplálkozás alapjait értsétek meg, és ne kelljen ilyen dolgokat magyarázni folyamatosan. Amikor azt látom, hogy a Q&A-kben nem csak a saját, hanem mások oldalain is olyan banálisan egyszerű és percek alatt megtanulható kérdéseket tesztek fel, ez mind kiküszöbölhető lenne azzal, hogyha ezt a könyvet elolvasnátok, rengetegen megvettétek már szerencsére, ezt mindenkinek kivétel nélkül, egyenként mindenkinek köszönöm, aki az e-bookot megvásárolta. Ez a jövőben is természetesen elérhető lesz a videó alatti e-mail címen, de ki kell emelnem, ki kell hangsúlyoznom, hogy a videó alatti e-mail címre írjatok, aki az e-bookot szeretné megvásárolni. Ne a Facebookon, ne az Instán, ne a Messengeren, ne füstjeleket küldjetek, nem morzézatok, hanem basszus, a videó alatti e-mail címre küldjetek egy e-mailt, és akkor meg tudjátok ezt a könyvet rendelni, gyakorlatilag filléres áron, ezt nem tudom máshogy mondani, úgyhogy ennyit szerettem volna még mondani, ez a saját fizetett promócióm volt. Sziasztok!